Kedves nézőink, már javában zajlanak a küzdelmek a téli teremlabdarúgó bajnokságban. A hétvégi fordulón mi is kinyártunk, kérem tartsanak velünk! Ajkán nagy hagyományai voltak eddig is a városi kispályás téli teremlabdarúgó tornának, ami az idei évben is elindult. Mikor pontosan? Tavaly kezdtük, ugye 2016-ban, november 26-án indult a bajnokság. Hány csapat nevezett erre a bajnokságra? 20 csapat nevezett. Ez körülbelül hány főt jelent? Hát csapatonként egy olyan 15-16, volt olyan csapat, aki több fővel nevezett, volt, aki kevesebbel, de egy olyan 300 főt megmozgatunk idén. Hogyan állnak össze a csapatok? 5 plusz 1-es bajnokságban játszunk, tehát maga ugye a játékrendszer az a kis pályás rendszernek megfelelően zajlik. Csere az korlátlan, ugyanúgy, ahogy eddig. Maga a tornának a lebonyolítási módja oldalpalánk, hátul pedig alapvonalig. Kik nevezhettek erre a bajnokságra? Bárki, aki szeretne futballozni, tehát nem volt megkötése a dolognak. Hogyan zajlottak, illetve hogyan zajlanak a továbbiakban a mérkőzések? A 20 csapatot 2x10-es csoportba sorsoltuk. Itt ugye körmérkőzést játszanak, tehát mindenki játszik mindenkivel, és a 4 legjobb jut tovább csoportonként, azaz ugye 8 csapat. Őket szintén sorsoljuk, ott már kieséses rendszerben, egy mérkőzés után a 4 legjobb bejut a döntőbe. Mikor játszották ezeket a mérkőzéseket? Mikor van rá idő, és mikor van rá hely? Hát a legtöbb mérkőzést ugye hétvégén játszuk. Sajnos a tavalyi évben hát elég kevés teremidőt kaptunk, tehát összesen 2 fordulót tudtunk lebonyolítani december végéig. Idén egy kicsit aztán felgyorsultak az események, szombat-vasárnap, ugye minden nap volt bajnoki forduló. Most a hétvégén nem lesz, 6 forduló ment le eddig, tehát még 3-at játszanak a csapatok a csoportban. Az előző évekhez képest van-e valami változás? Annyi változás történt, szintén talán a teremidővel tudom összefüggésbe hozni, hogy eddig csináltunk az elején egy úgynevezett mini tornát, egy kis előselejtezőt, sorsoltunk csapatokat, és ugye ott aztán az elsők kerültek csoportokba. Tehát próbáltuk azt, hogy ugye ne legyen túl erős csapat, túl gyenge csapattal, mindenkinek legyenek jó mérkőzései. Idén ezt sajnos nem tudtuk megcsinálni. Ugye a 20-as nevezett csapatok létszáma sem a legjobb, így aztán úgy döntöttünk, hogy akkor egyből 2x10-es csoportba megyünk, így is minden csapat tud ugye 9 mérkőzést játszani. Mi volt a célja annak idején, amikor sok-sok évvel ezelőtt elindult ez a bajnokság, és hogy látod, hogy ezeket a célkitűzéseket sikerült-e megtartani ez alatt a pár év alatt? Hát ugye mindenképpen az, hogy a téli, úgymond holt szezonban is lehetőséget biztosítsunk a futball szeretőknek. Én úgy érzem, hogy igen, tehát azért itt mindig sok csapat részt vesz, akár itt a környékbeli településekről, már volt, hogy Polányból, talán Kolontáról is, tehát szoktak jönni fiatalok is, úgyhogy szerintem eléri a célát minden évben. Vannak-e visszatérő csapatok ezen a mostani bajnokságon? Igen, ezt is ki lehet jelenteni. Ugye a kinti bajnokságban szereplő ajkai csapatok nagy része itt is indul, úgyhogy ismeri egymást a nagy többség. Mennyire vérre menőek ezek a küzdelmek? Hál' Istennek azért nem jellemző, nyilván mindenki szeretne nyerni, de a legtöbb mérkőzés azért sportszerűen lezajlik. Mennyire kíváncsiak egymás mérkőzései a résztvevők, vannak-e a nézőközönség soraiban? Igen, hál' Istennek ugye magának a lebonyolításnak is ez egy előnye, hogy reggeltől estig folynak a mérkőzések, így nagyon sokan kimennek már korábbi mérkőzésre, amint lejátszották, kint maradnak, úgyhogy vannak, illetve vannak olyan nézők, akik meg ugye azért jönnek ki. Nyilván nem futballoznak ők, hanem hogy megnézzék a mérkőzéseket. Most járunk körülbelül a közepén ennek a bajnokságnak, várhatóan meddig tart, mikor fog befejeződni, és lehet-e már most jósolni, hogy kik lesznek azok a csapatok, akik majd a legjobbak közé jutnak? Hát most ez még korai lenne, ugye még 3 forduló, mint mondtam, hátra van, tehát azért még alakul itt ez a legjobb 4 csoportonként. 26-án, február 26-án lesz vége egyébként, ugye egy 4-es döntővel fejezzük be a tornát. Szervezőként és résztvevőként is jelen vagy ezen a mostani bajnokságon. Számodra mi a cél, akár magadnak, akár a többieknek? Hát ugye a cél az mindig az volt, hogy jó mérkőzéseket játszunk, sportszerű mérkőzéseket játszunk. Hát a saját csapatom nevében azt tudom mondani, hogy mi szeretnénk megismételni a tavalyit, amikor is ugye sikerült megnyernünk ezt a tornát.